Szeretném egy régi rögeszmémet megosztani, illetve rögzíteni ezzel a kis bemutatóval. A rögeszmém témája a várban a Haszmann-féle nagy királyi palota viszonya a Szentgyörgy térrel. Erről nagyon-nagyon sok beszéd, pályázat volt az elmúlt 20 évben, és a dolog most az aktualitásra miatt úgy gondolom, hogy megér egy pár mondatot. És még egy pár szót arról, hogy hogy s mint lehetne viszonyulni a régi, az örökölt terekkel, épületekkel. Egy pár képet bemutatnék a prágai várról, amit több mint 100 éve József Pecsnyik, Masaryk államelnök kérésére csinált a prágai várban. Ezek a képek tulajdonképpen csak hangulati képek, hogy milyen módon, milyen ízzel lehet régi épületekhez viszonyulni, anélkül, hogy a régi épületek sérülnének, és az új hang sem csendesülne le. Ezek apró részletek a várból, tulajdonképpen nem az egész vár lényegét érintik, csak az a fogás, az a millió, az a hangulat, ami egy ilyen új elem bekerülése és a régi falanyag összeszövődéséből egy olyan típusú aurát teremt, ami mindkettőnek a javára válik. A következőkben pedig szeretnék egy picit a várról beszélni. Ezek régi térképek, amik tulajdonképp mutatják, hogy ez a Szentgyörgy tér maga. A Szentgyörgy tér mindig is egy zárt tér volt. Ez a barna folt, ez a régi királyi palota, és ez a térsor, ez mindig is bezárta a Tabán felé a várat. Ez viszont ez előtt mindig is védelmi célból egy üres, szabad, mindenki által használható sétány volt található. Ez egy következő ugyanilyen térkép, és ezen a dián is látszik, hogy a Szentgyörgy tér előtti sétány körbe-körbe végig-végig a mai napig egy közönség által látható, járható, és egy hihetetlen fontos pontja a várnak. Évtizedekkel ezelőtt Bújdosó Győző megnyert egy pályázatot a Szentgyörgy tér rendezésére, ami majdnem megvalósult. Később Molnos Attila és Kamarás Bálinttal együtt ezt a teret rendezték, és az ő elképzelésük szerint is a sétány, a külső sétány az közönség által járható volt, összefüggésben volt a Tóth Árpád sétánnyal, viszont az, ahol most megy az egér, ott ennek a sétánynak egy alsó szintjén egy olyan újabb sétány alakult ki, ami a kék épületek alatt megmaradó középkori barokk és reneszánsz romok feltárása kapcsán egy nagyon-nagyon érdekes második sétánysort alakított volna ki, aminek a jövője nem volt még teljesen tiszta, a szakmai jövője, ez feltárások eredménye kellett volna, hogy legyen. Ez a terv aztán nem valósult meg, illetőleg a sétány része elkészült, arról majd mindjárt mutatok képeket. Ez a modellje ennek a tervnek, itt is látszik, itt még épületek nélkül látszik, hogy a három háztömb helye látszik, a sétány itt is látszik. A modell azt a három épülettömböt építi vissza ugyanabban a léptékben, mint a Sándor palota, ami lezárná a Szentgyörgy teret. Itt még egy pár modellfotót mutatok. De mindegyiknek a lényege az, hogy az itt látható három, ez a istálók, királyi istálók voltak, ez a teleki palota volt, és az északi szárnyon pedig kis épületek álltak régen. Ezeknek az alapjai, ezek feltáródtak, és a teleki palota az sajnálatos módon átépítődött a József hercegi palotával, arról majd még később beszélek. Na most az ő tervükben egyértelműen látszott a felső sétány és az alsó sétány, és a
teret lezáró házsor, aminek az arányai pontosan a vár klasszicista arányaival voltak egyenlőek, amik a háború után közös megegyezéssel, szakértők döntése alapján végül is megvalósult, és az egész szocializmus alatt így volt látható. Na most itt előzetesen mutatnék valamit, hogy ez a ház arány, ami a klasszicizmusnak megfelelő, milyen furcsa viszonyba kerül ez a Haussmann-féle palota Szent György térre néző oldalszárnya, hogy a Haussmann-féle palota Szent György tér felé tulajdonképpen egy földbevert alacsony kis pavilon, mert ennek az alja körülbelül itt van, ami a Savoyai Jenő szobrának, tehát a vár főterének a szintje. Tehát itt egy szint különbséggel a palota lejjebbről indul, mint ahogy a Szent György tér felől látszik, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rosszat tesz. Ebből is látszik ez az aránytalanság, ami a két épület között van. Most mutatnék egy pár olyan képet, amit ez a három fiatal építész, Bujdosó Győző, Kamarás Bálint és Molnos Attila munkája során tulajdonképpen már megvalósult, és legalább 10 éve azon járunk, és nagyon-nagyon jó hangulatú összeköttetés készült a Tabán és a vár között, és most ezek a képek tulajdonképpen kicsit emlékeztetnek engem arra a világra, amit a Plečnik csinált Prágában, és nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon-nagyon követendő, ez, amit ezek a fiatal építészek ott csináltak. Ezek részletek ennek a sétánynak a részletei, itt egy levezető lépcső a lifthez, itt egy lift is készült a Tabán és a vár felső szintje között, és gyaloglejáró is, és tulajdonképpen ezek a részletek, ezek nagyon helyén valónak tűnnek nekem, egy ilyen fajta viselkedés nagyon követendő lenne, és nagyon-nagyon nagy öröm volt, hogy ez megvalósult, és reményt keltett, hogy eztán valahogy ez a viselkedés itt most rögzül, és a továbbiak is így fognak történni. Itt még egy kép egy ilyen rámpás részről, és itt szeretném megmutatni azt, itt a Sándor palotához képest is látszik, hogy a palota tulajdonképpen a Szent György tér felől nagyon aránytalanul pici, alacsony. A Kódus kapunál le lehet látni a palota aljáig, és régen a palota főbejárata itt volt. Innen egy hatalmas díszes kapu vezetett a több száz méteres anfiládos elrendezésű teremsorhoz. Ugyanakkor volt egy nagyon-nagyon furcsa ellentmondás az egészben, hogy itt ez egy főtér, aminek egy főkapu egy főtérre tulajdonképpen a háznak az oldalából vezet, és maga a palotának a fő iránya az tulajdonképpen levezet egy domboldalra. Tehát van egy hatalmas kurdönőrös kompozíció, ami a palotának az öle tulajdonképpen, a fő-fő bejárata, és igazából annak nincs folytatása. Úgy az embernek az volna az érzése, hogy onnan egy hatalmas fasornak kéne vezetni, de hát ez nincs, hanem tulajdonképpen egy domboldal. És ugyanakkor a főbejárat pedig egy ilyen oldalvást készült el, és nekem ez valahogy mindig olyan nagyon rossz érzés volt. És akkor, hát kb. 10 évvel ezelőtt meghirdettek egy pályázatot, amin mi elindultunk, két volt tanítványom, a Leke Dániellel és Szijjártó Csongorral, és tulajdonképpen ezt a dolgot próbáltuk kihasználni, és azt csináltuk, hogy a palotának, az a szürke részt, tulajdonképpen kiszabadítottuk a palotát a főső szintből, és itt egy hidat csináltunk oda, ami tulajdonképpen a főbejárat lett volna, és úgy gondoltuk, hogy ott tényleg lehetne egy bejáratot csinálni, és a palota alapszintje alól tulajdonképp egy kiszabadított szinten keresztül el lehetne érni arra a sétány alsó szintjére, amiről az előbb beszéltem, aminek a
a jelenléte nagyon-nagyon fontos lenne, mert ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogy a felső szinten az emberek kinéznek a Tabán felé, az alsó szinten viszont ide benéznek ezeknek a házaknak az aljába kibányászott, nagyon-nagyon szép emlékek között. Persze ez egy fantasztikus feladat lett volna, hogy ezeket az emlékeket hogy lehet bemutatni. A következő kép ugyanennek az alsó szintje, tehát itt lehet látni, a fekete az mindegy alsó szintet mutat, és lett volna egy összefüggés nyilván a két torony között, vagy a két szint között, és ráadásul a Molnos Attiláéknak ez az oldalsó építménye, ami olyan nagyon jól sikerült, ez nagyon jól bekapcsolódott volna ebbe a kétszintességbe. Most ezek tulajdonképpen csak vázlatok, ami egy pályázatra készült, ahol mi azt gondoltuk, hogy ezt a hármasságot megtartjuk, ami a történelem által fel volt ajánlva, de mi azt gondoltuk, hogy ide tulajdonképpen egy kolonádot csinálunk, és ezekbe a maradványokba, tulajdonképpen az épület nyomataiba kerteket csinálunk, és onnan ide át lehetett volna sétálni, és itt a kertek szélén tulajdonképpen át lehetett volna nézni azon az alsó sétányon, amiről már az előbb beszéltem. Ez lett volna az első üteme az építkezésnek, és második ütemében azt gondoltuk, hogy tulajdonképp ugyanan olyan módon, mint ahogy az előző terven láttuk, a Szent György teret itt egy kétszintes tömeggel le lehetett volna zárni, ami igazából az embereké lett volna, múzeumok, kézműves műhelyek, üzletek, fogyasztóterek, tehát tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy ez a tér, ez egy olyan típusú emberek által nagyon jól használt tér, aminek az alján persze át lehetett volna látni a kertekbe, mint számtalan orosz térnek az alsó tere, ahol az emberek belépesítik a tereket, és nagyon-nagyon jól érzik magukat. Ezek vázlatok, tehát ezek nem igazi épületek, hanem ez tulajdonképpen térfelhasználás, és hát a Honvédelmi Minisztériumot kiegészítettük, de hát ez nem épületnek kell venni, ez csak egy ajánlat volt. És ez ide csináltunk egy tornyot, és ezen a tornyon keresztül lehetett volna az alsó szintet és a felső szintet körkörösen körbe meg összekötni. Ez ugyanennek egy következő változata. És hát ezek tulajdonképp csak ilyen lázálomszerű képek, hogy alul milyen furcsa dolgokat lehetett volna csinálni, hogy a kertekből világítást azokra a műemlékes és régészeti lelőhelyekre, amik aztán vagy benépesülnek, vagy nem. És ez pedig csak szintén hangulati fotó Plecsnik tollából, hogy körülbelül ilyen dolgot képzeltünk el, hiszen ott most is vannak királyi borpincék, és legjobb tudomásom szerint egy mikvét is találtak ott, amit föl fognak tárni. Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon izgalmas helyzet lett volna. Na most hát ez most úgy tűnik, hogy ez nem fog megvalósulni, mert az a helyzet, hogy akkor, amikor a Teleki palota felhasználásával, kicsit lerombolásával, a zöld kontúron a József főhercegi palota felépült, ami teljesen kinyomult a várfal széléig, ez most visszaépítésre kerül. Na most azt gondolom, hogy hát tulajdonképpen az ember elgondolkodik rajta, hogy akkor miért a Teleki palotát építik vissza, amikor annak az aránya, az sokkal jobban harmonizált volna a tér túloldalán levő gyönyörű szép épületegyüttessel, ami a Karmelita Kolostor és a Sándor Palota és a volt Várszínház. És most ez nem csak alaprajzilag, hanem tömegében is sokkal-sokkal nagyobb. Ugyanaz az aránytévesztés, vagy az aránytalanság, ami az összes most felépülő házba, úgy a pénzügyminisztérium, mint a külügyminisztérium és a levéltárban most megtörténik, hogy az a nagyon jó ízű arány, ami a várfal és a fölötte levő házsoroknak az aránya, ami mondjuk a Tóth Árpád sétányon lehet a legjobban érzékelni, és ez itt is meg lenne, hogyha mondjuk a Sándor palotával azonos arány készülne, hogy ennek a megszűnése ez nagyon-nagyon szomorú,
és ráadásul a sétánynak a megszűnése is azt gondolom, hogy nem nagyon pozitív dolog. Hát most így áll a helyzet, azt, amit az előbb mutattam, azt a sétányt, azt elbontották, és ekkora ház fog épülni a Tabán felől, ami látszik, hogy tulajdonképpen a Várhegy mérete tével azonos a ház, ami azt gondolom, hogy nem jó. És nem csak azért nem jó, mert ez egy építészeti hazugság és egy építészeti aránytalanság, hanem nem biztos, hogy erre a térre irodaház való. Tehát azt gondolom, hogy ez a tér, ennek egy olyan sűrű népek által bejárt, vasárnap jól működő és vígságos helynek kéne lenni, és nem egy olyannak, ami szombat-vasárnap irodaház létére, hát egy némaház lesz. Úgyhogy ez egy olyan szomorú dolog, amit nem nagyon tudok hova tenni. Próbálunk nagyon sok mindent, hát nem nagy sikerrel. Itt még egy ilyen kis fura ábrát csináltam, mert alulról, a várfal aljáról körülbelül így fog árválkodni, mert ez egyedül fog itt állni. Mert az összes többi ház ugye az akkora, amit itt látszik. És ez még itt az alagút felől, ahogy az alagút felé, ez is ott látszik a várpalotának a magassága. Tehát azt gondolom, hogy itt ennél magasabb házat nem lett volna szabad csinálni. Olyan tétova az ember, és értetlen, hogy ezt nem lehetett megértetni. És úgy tűnik, hogy reménytelen ez a helyzet. Ennek kapcsán hoztam két írást, amit szeretnék felolvasni. Az egyik Márai Sándor részleteket. Márai Sándor 1941-ben a következőket írta, valószínűleg egy újságban jelent meg. 15 évvel csak akkor mulasztom el mindennapos sétámat a várban, ha beteg vagyok, vagy elutazom Budapestről. E séták jogán minden szakértősködési hajlam nélkül hadd mondjam el a néző szemszögéből, mi az, ami a várban zavar, mi az, ami még segíteni lehet. Négy nagy épület menthetetlenül agyonnyomta a vár arányait, ezen már bajos segíteni. Természetesen sürgősen és feltétlenül le kell bontani azt az irdatlan sárga bérházat, amely elcsúfítja Magyarország egyik legszebb terét, a díszteret. Elég baj a külügyminisztérium palotánájának jelenléte, irdatlan kaszárnya ez, semmi köze a nemes tér stílusához, közbevetőleg ez a külügyminisztérium az, ami a Hunyadi János út felérkezésénél a sarkon van, ahol nagyon sokáig karácsonyi bazárokat csináltak, és ez most már épül ez a ház. Semmi köze a nemes tér stílusához. Milyen kirívóan gyönyörű mellette a Színház utca 7-9, de a külügyminisztériumot lebontani nincs módunk, bele kell nyugodni, hogy ott terpeszkedik azon a szögleten. A másik reménytelen épület az új pénzügyminisztérium, amely sem arányaival, sem stílusával nem tud odailleszkedni a legszebb történelmi műemlékeink által díszített térségnek, a Szentháromság tér és a 11. Ince pápa közé. Ez az a ház, ami a háborúban megsérült, és dr. Rados Jenő közreműködésével visszabontódott, és tulajdonképpen stilisztikailag megtartotta az identitását, de az arányai visszacsendesedtek a Szentháromság tér többi épületének az arányaihoz. Most ez újra visszaépítésre kerül, és sajnálatos módon azt hallottuk, hogy ennek okán a Jánosi György sarokházát is lebontják, hogy egy másik nyilván odaillő épület kerüljön oda. A Mátyás templom nemes és időtlen szépsége, az első kerületű előjáróság tömör és méltóságos arányai, a régi pénzügyminisztérium klasszikus homlokzata mindezt most már örökké szenvedni fog az ormótlan palotától. Így nyomja le a vár másik nemes terének, a Bécsi kapu térnek minden szépségét, a vár egyik legszerencsétlenebb épülethalmaza, az országos levéltár. Ennek most ezért bontották le a Virág Csaba házát, mert úgy tűnik, hogy visszaépítik azt a szárnyát a levéltárnak, ami annak idején nem épült meg, tehát tulajdonképpen egy ugyanolyan nagy épület fog készülni a Virág Csaba háza helyére, mint amilyen nagy most a levéltár. Örök kár, hogy ezek a gazdasági szempontból most már túlságosan nagy értéket képviselő szerencsétlen építkezések reménytelenül a helyükön maradnak az elkövetkezendő évtizedekben.
Amíg ez a négy épület a helyén áll, szó sem lehet arról, hogy a vár utcái visszakapják igazi vonalaikat, s megmutassák természetes szépségeiket. Na most a dramaturgia hihetetlen, mert ugye ezek lerombolódtak, és a lerombolásuk után Fülep Lajos művészettörténész és építészettörténész 1947-ben a következőket írta, amikor már le voltak rombolva. Nem csak hazugul, alkalmatlanul is építettek. Nem csak az épületeket, hanem magát a várost is alkalmatlan helyekre téve minden percnyi használatra, mindig kéznél tételre rendelt hivatali épületeket. Azt, hogy ekkora hazugságot nem hordott a hátán a föld, megtudhatjuk azzal, hogy ekkora észszerűtlenséget se. Nem elég, hogy a pénzügyminisztériumot gótikusan idézőjelbe építették fel is tették a vár tetejére a mindennapi élet forgásán kívül, oda tették a belügyminisztérium egy részét, a honvédelmi minisztériumot, a román stílusú levéltárat, a miniszterelnökséget, állami nyomdát és egyebeket. Hogy valamikor a hegyre várat építettek, a várba királyi palotát, köréjes közelébe főhivatalokat, szükségszerű, célszerű és észszerű volt. De hogy mikor a vár már nem volt vár, király se lakott benne, oda tették ezeket a hivatalokat, nem volt se célszerű, se észszerű. A hatalmát fitoktató bürokráciának, a nemzeti fennhéjázásnak önmagát a mindennapi élet profán szükségletei fölé fölmagasztalása volt. Az a gondolat itt még föl sem vetődhetett, hogy a minisztériumok elsősorban hivatalok, ott a helyük, ahol ügyfeleik sürögnek, forognak. Abban a korban minden jelképesen történt. Elsősorban nem a rendeltetésért, céljáért, hasznosságáért, hanem valamit megmutatni. Ezért nagyobbították meg a királyi palotát 860 termesre, mert ha nem is lakik benne király, mutassa meg, hogy hatalmas ország királyának a palotája. Hogy a vár gyönyörű arányait és egyensúlyát agyonütik vele, azzal se törődtek. Sőt, a vár másik végére nyilván az egyensúly helyremillentéséül oda düllesztették a levéltárat, ugyancsak valamit megmutatni. Megmutatni a nemzeti, hatalmi, a gazdasági fölényt és a különösen sokat emlegetett kultúrfölényt. Hol van még ilyen parlament? Sehol még, az egész világbirodalomban, még Angliában sem. És az a baj, hogy ez a szöveg ez ma aktuális, és nem nagyon tudunk ellene semmit tenni, és én fontosnak tartottam, hogy ez most itt rögzüljön, és elmondjuk a véleményünket. Többen vagyunk építészek, akik ezért nagyon régóta próbálunk harcolni, csak és kizárólag szakmai szempontok alapján. Hát talán még egy pici eredménye lehet. Köszönöm szépen!